Megközelítette a 100 000-et a mintavételek száma, és negyedik napja csökken az új koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon, mondta az operatív törzs pénteki tájékoztatója Müller Cecília országos TISZI főorvos. A mai napon 3178 igazolt fertőzöttet tartunk nyilván Magyarországon. Sajnos az elhunytak száma közel állandó. Az elmúlt 24 órában 9 fő volt az elhunytak száma, így mai napon 392 olyan elhunytat tartunk számon, amely a járvány kezdete óta igazolt pozitív laboratóriumi vizsgálattal megerősített fertőzött személy volt. Nagyon szépen gyarapszik a gyógyultaknak a száma. 865-en tudtak távozni egészségesen a betegellátó intézményekből, illetve szabadultak fel a betegségnek a fogságából, a házi karanténból 14 napos tünetmentes időszak után. A mintavételek száma jelentősen nő, hiszen számos olyan vizsgálat történik, amely akár a betegellátással összefüggésben történik, akár pedig különböző szociális otthonok, idős otthonoknak, illetve egészségügyi intézmények különböző osztályainak a dolgozói, illetve az ápoltjai körében. A mintavételi szám mára elérte a 99.058 darabot. Az aktív fertőzöttek száma, tehát azok, akiket az összes igazolt esetből a gyógyultakat és az elhunytakat levonva kapunk meg, a mai napon 1921 fő. Örvendetes továbbra is az a tény, hogy immáron a negyedik napja csökkenőben van az új igazolt fertőzöttek száma. Bizakodóak vagyunk, és rendkívüli módon odafigyelünk, hiszen a negyedikén kezdődött a vidéki területeken bizonyos fokú enyhítések okán a hatásokat legalább 2 hétig figyelnünk kell ahhoz, hogy lássuk azt, hogy ez a helyzet okoz-e valamilyen mozgást, változtat-e valamit a járványnak a dinamikáján. Úgyhogy rendkívül óvatosan és nagyon odafigyelve követjük az eseményeket, illetve azokat a számokat, amelyek a járványt jellemzik. Az elmúlt hetekben többször elhangzott, hogy a koronavírus leginkább a turizmus és a vendéglátóipar ágazatára volt a legnagyobb hatással. A nyitva maradt szállodák az elmúlt 2 hónapban gyakorlatilag csak üzleti céllal utazó vendégeket fogadtak. A május 4-től életbe lépett új szabályok szerint újra teljes kapacitással üzemelhetnek a magyar szállodák és vendéglátóegységek. Ugyanakkor a dolgozók és a vendégek biztonságára fokozottan oda kell figyelnie a személyzetnek. A hét elején megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség COVID kézikönyve, amely az újranyitáshoz szükséges ajánlásokat tartalmazza a szálláshelyek, vendéglátóegységek számára. Az ügynökség nyugat-európai mintákat követve és az egészségügyi szervezetek ajánlásait figyelembe véve dolgozta ki a kézikönyvet. A Baktalórendházai Fenyvesszálloda is igyekszik minden előírást betartani, és megteremteni azokat a feltételeket, amely által a lehető legnagyobb biztonságban lehetnek dolgozók és vendégek egyaránt. Azok a konyhák, vagy azok a szállodai egységek, amelyek élelmiszerrel bánnak, sok ember dolgozik együtt, ők, nekik nem azt mondom, hogy minden tekintetben fel vannak készülve egy hasonló helyzetre, de ott nagyon-nagyon szigorú szabályok vonatkoznak jelen pillanatban is, vagy veszélyhelyzet kihirdetése előtt is, arra, hogy kell az élelmiszerrel bánni, milyenek legyenek a közösségi öltözők, milyen útvonalon lehet beközelíteni mondjuk a konyhába, vagy egy raktárakba, a vendégtől elhozott használati tárgyak, vagy eszközök, vagy éppen a vendég által használt törölközők, vagy ágynemük, milyen útvonalon mozoghatnak a szálloda a folyosóján. Nagyon-nagyon szigorú intézkedések vonatkoznak, és vonatkoztak eddig is a szállodákra, illetve az éttermekre. Na most ez kibővül azzal, hogy egy olyan 1,5 méteres védőtávolságot ezt azért jól lehet tartani. A Nyíregyházi Korona Hotel a korlátozások alatt is nyitva tartott, ám mint azt megtudtuk, hatalmas bevétel kieséssel járt ez a 2 hónapos időszak. A szálloda rendezvényszervezője Nádasdy Péter megkeresésünkre elárulta, már ebben a pár napban ugrásszerűen megnövekedett a szálláshelyek iránti érdeklődés.
Ha már végre újraindul itt normális kerékvágásban az élet, akkor szeretnénk minél több vakációs családot látni, akik Nyíregyházára ellátogatnak. Ugye az állatkert is, ami a legnagyobb vonzerő, és látszik is a foglalásokon egyébként, hogy ugye 8-án, hogyha kinyit az állatkert, akkor utána már elkezdenek jönni azok a foglalások, amik nem feltétlen itteni munkavégzéssel kapcsolatosak, hanem már tényleg ilyen vakációs csomagosok, már pihenésre vágyók fognak foglalni. Úgyhogy szeretnénk ebből minél többet, nyilván nyáron mindig ennek van az időszaka, meg a slágere. Igazából nekünk a reggeliztetős termünk, meg adott esetben a félpanziós termünk, az hál' Istennek jó nagy. Ott egyébként, hogyha van rá lehetőség, ott be tudjuk tartani ezt a másfél vagy akár 2 méteres távolságot asztalok között. A belföldi foglalások növekedését egyébként a Magyar Turisztikai Ügynökség is megerősítette. Az ország nyugati részén egyes szállodahelyek már közel 30%-os foglalási arányt is elértek a nyári hónapokra. Az MTÜ ugyanakkor arra is figyelmeztette a szállodákat, hogy ez az állapot nem tekinthető véglegesnek, hiszen a járványügyi helyzet bármikor megváltozhat, ami újra szigorításokhoz vezethet. A jelenlegi állapot szerint Pest megye kivételével bárhová szabadon foglalható szálláshely. Rendezvények azonban egészen augusztus 15-ig nem tarthatóak semmilyen vendéglátóegységben. A legutóbbi rendelkezések értelmében úgy tűnik, augusztus 15-ig nem tarthatóak tömegrendezvények. Ez nem csak a fesztiválokat, hanem a nagyobb létszámú esküvőket is érinti. Polgári és egyházi szertartásokat rendezhetnek, a nagyobb lakodalom megülésével azonban várnia kell a násznépnek. Az esküvő szervezése általánosan a nagy nap előtt 1-1,5 évvel hamarabb megkezdődik. Lefoglalják a párok a helyszínt, a különböző szolgáltatókat. Ez a szolgáltatói szektor most különösen nehéz helyzetbe került, hiszen egyáltalán nem látható az az időpont, amikor ezeken az intézkedéseken lazítani lehet. Az időpontok persze átfoglalhatóak, a szakma viszont talán a teljes szezont bukja. Nagy boldogsággal indul mindenkinek a szezon, főleg annak, aki ebben a szegmensben dolgozik, hiszen ugye az esküvőknek a fénypontja maga a buli része, a lakodalom, ami elkerülhetetlen szolgáltatók nélkül, és a buli hangulata nélkül. Ezt mindig tisztázzuk, hogy esküvőket tartani lehet, tehát a hivatalos jogi bejegyzése sor kerülhet, ugye ezt tudjuk limitált létszámmal. Nem ezen van a hangsúly, mert szerintem minden fiatal arról álmodik, hogy nagy ruha, nagy buli, szép leszek, és reggelig bulizunk a családtagokkal, a barátokkal. Hát ennek most vége. Ugye sajnos ezt nem tudják a fiatalok megtartani. Nagyon sokan szomorúak emiatt, úgyhogy nem tudok más mondani én sem, mint hogy kitartást kívánunk, és sok rendezvény elmarad. Azt is mindig hozzáteszem, hogy nem csak miattunk van ez, illetve hogy ez több összetevőből áll ez a dolog. Hiszen az éttermek sem nyithatnak ki, így eleve nem áll semmilyen formában, módunkban bulikat rendezni és ezt navigálni. A legtöbb pár készül B-tervel, de jelenleg ebben az ágazatban is a legtöbben az augusztus 15-i dátumot várják. A kormány ezt jelölte meg következő állomásként, amikor majd újabb döntések születhetnek könnyítésekről, esetleg szigorításokról. Ezt a évünket tavaly november elején lezártuk, olyan szempontból, hogy már nem fogadtunk be további foglalásokat erre az évre, tehát igazából kirakadtuk hára az évnek a teltházszámlát. Ez 65 esküvőt érintett első körben, tehát 65 esküvőre szerződtünk erre az évre. El is tudtuk kezdeni a szezont a legelején, 4 esküvőt meg tudtunk tartani február, illetve március elején. Majd utána, amikor március közepén jött az első korlátozás, akkor elkezdtük a március, április, illetve májusi esküvőket szépen lassan elpakolni. Illetve most már ott járunk, hogy a júniusi esküvőket is átraktuk legnagyobb részét. Van egy-két párunk, aki még kivár, van egy-két párunk, aki nagyon optimista, és nagyon szeretné, hogyha 6. hóban meg tudná tartani az esküvőjét. Nyilván mi biztatni őket nem tudjuk, azt javasoljuk mindenkinek, hogy ahol van ez a lélektani határa, ameddig tudnak várni, addig nyugodtan várjanak, de mindenképpen egy B-terven közösen ötleteljünk. Mindenki nagyon-nagyon rugalmas, szerdai vasárnapi esküvők is abszolút szóba jöhetnek számukra, illetve jövő évre is akár eltakják, hogyha nagyobb volumenű esküvőt szeretnének, vagy mondjuk tipikusan nyári vagy tavaszi esküvőt. A párok úgy tűnik türelmesek és nyitottak a kisebb létszámú esküvők megtartására is, de a jelenlegi helyzetben a szolgáltatók is csak türelmet tudnak kérni. Tisztázatlan, és a vendéglátósok számára sem világos még egyenlőre, hogy például egy nagyobb létszámú esküvő esetén milyen egészségügyi, biztonsági lépéseket kellene bevezetni.
A másfél méteres távolságtartása családok között egy zárt térben nagyban csökkenti a helyszínek befogadó képességét. Az azonban mindenki számára elsődleges, hogy nyugodt körülmények között lehessen majd egy-egy lakodalmat megtartani. Hónapokkal ezelőtt még amiatt szomorkodott a megye fesztivál szerető lakossága, hogy 2020-ban elmarad a Leszfest. Majd annak lehetett örülni, hogy Nyíregyházán egy hasonló rendezvényen, a Sóstó Open Air Fesztiválon lehet majd bulizni. A napokban azonban kiadták a hivatalos közleményt, a koronavírus miatt csak 2021-ben rendezik majd meg a Könnyű Zenei Fesztivált. Nem tudom elmondani, hogy milyen rossz érzés az, amikor hónapokat dolgozol egy projekten, rengeteg pozitív visszajelzés jön, örülnek, bíztatnak, segítenek, tényleg mindenhol nyitott ajtók voltak, és hát egyszerűen a helyzetben nem lehet mit csinálni, muszáj volt elengedni. Nyilván az életbiztonsága az az elsődleges szempont, ne sodorjunk senkit veszélybe, úgyhogy nem tudtunk más dönteni. A szervezők teljes élményt szeretnének nyújtani a fesztiválozóknak, így egy későbbi augusztusi vagy októberi időpont sem jöhetett szóba. A 2021-es bulira azonban már nagy erőkkel készülnek. Azért jobb egy picit a helyzet, mert annak a cégnek, az Event Punks-nak, ami szervezi a Sóstó Open-et, egy másik bulija is, a Nyíregyházi Egyetemi Hét. És az egy picit később ért abba a fázisba, hogy azon is el tudtunk kezdeni dolgozni, de így most sokkal jobban össze fogjuk tudni hangolni a két zenei rendezvénynek a felhozatalát. Egyébként, hogy ne térjek ki a kérdés elő, persze, tehát ugyanúgy top zenekarokkal, top DJ-kkel, és most talán egy picit több lehetőségünk lesz arra is, hogy külföldi fellépőkkel egyezkedjünk. Török László hozzátette azt is, a fesztivál szezon kiesése nem csak a zenekaroknak és szervezőknek jelent hatalmas problémát, hanem a fesztiválokra kitelepülő vendéglátósoknak és szponzoroknak is. Egy sörgyárnak például hatalmas bevétel kiesés egy fesztivál nélküli nyár, így kérdésessé válik, hogy a 2021-es fesztiválokat hogyan tudják majd támogatni. A nyíregyházi legógyár 15 ezer darab speciális védőszemüveget adományozott Nyíregyháza városának. A védőeszközök elsősorban az egészségügyben, illetve a szociális intézményekben dolgozó szakemberek számára hasznosak. A nyíregyházi gyárban naponta 3740 védőszemüveg készül, eddig már több mint 50 ezer darabot gyártottak belőle. A megyeszékhely önkormányzata az adományból jelentős mennyiséget juttat el a Józsa András kórházba, valamint a nyíregyházi bentlakásos idős otthonokba és gyermekotthonokba. Ebben a nem mindennapi helyzetben nem az volt a kérdés, hogy segítsünk-e, hanem igazából az volt a kérdés, hogy hogyan tudunk a legjobban segíteni. És amikor ebben gondolkoztunk, akkor kettő sarokpontja volt ennek a gondolatmenetnek. Az egyik az ez, hogy a védőeszközök megléte az abszolút fontos, és ez a mi mindennapjainkban is nagyon-nagyon fontos. A másik pedig az, hogy több évtizednyi tapasztalatunk van műanyag fröccsöntésbe. Nem volt kérdés, hogy ezzel szeretnénk valamit tenni, ezzel szeretnénk valamit felajánlani. És az asztalon látható szemüvegekből 15 ezer darabot adunk ma át, és ezzel szeretnénk a vírus elleni harcot támogatni. Kétezer négyzetméter térkövezett út és járda, több mint egy hektár új vagy megújított zöld felület a városközpontban, egy új piaszcsarnok és a római katolikus templom környezetének parkosítása. Ezek szerepelnek a nemrégiben elkezdődött Zöldváros kialakítása Kemecsén című projektben, melynek munkálatai várhatóan ez év október végéig fejeződnek be. A Zöldváros az egy topos projekt, és ebben nyert a település támogatást 300 millió forint értékben, és itt lényegében a település központ Kemecsét érintően ennek a település központnak a további fejlesztése van benne. Itt a városháza, a járási hivatal környező körülvevő résznek a további sétautakkal való ellátása, a zöld felületnek a növelése, és itt egy konzorciumi szerződésben is vagyunk, hiszen konzorciumban kellett pályázni. Mi a katolikus egyházzal közösen konzorciumban pályáztunk ennek a megvalósítására,
és ebben benne van a katolikus templom és annak a környezetének a rendezése is. A beruházás tartalmaz egy gazdaságélénkítő elemet is, melynek keretében egy piac épül a településen, amely üzlethelyiséget és a helyi termelők számára fedett, mobil árusítóhelyekkel felszerelt piacteret biztosít. Térkövezett út az több mint 2000 négyzetméter fog megvalósulni, zöld felület megújítása, illetve megújítása, új zöld felület kialakítása az 10.000 négyzetméterben fog megvalósulni, tehát az azt jelenti, hogy több mint egy hektár zöld felületet fogunk megújítani, azt hiszem, illetve egy piacépület van benne, ennek a piacépületnek ez egy nem nagy épület, egy 270 nettó négyzetméteres épületről, építményről van szó. A munkálatok márciusban már megkezdődtek, és várhatóan október végére be is fejeződnek, tette hozzá a polgármester. Nem csak az üzemanyagok ára, a keresletük is hasonlóan, vagyis drasztikusan csökkent az elmúlt időszakban. Országosan több mint negyedével esett vissza a fogyasztás, a benzin esetében ennél is nagyon mértékben. Egyes töltőállomások ugyanakkor sokkal jelentősebb kereslet, illetve bevételhiányt is tapasztaltak. Az Autonavigátor cikke szerint volt olyan autópálya mentén álló benzinkút, ahol egy nap alatt egyetlen autót töltöttek fel. Nem meglepő, hogy ebből kifolyólag egyes hálózatok időszakosan töltőállomásokat is bezártak, vagy rövidebb nyitvatartást vezettek be a veszteségek csökkentése érdekében. Ezt a Sóstó gyógyfürdőn, de mellette Demetserben és Hajdúböszörményben is benzinkutat működtető céget az országos átlagnál kisebb mértékben érintette a visszaesés. Április hónapban sajnos volt egy 10%-os forgalomcsökkenésünk, ami a benzin forgalmazását érintette inkább. A gázolaj forgalmazásában nem látok tavalyi évhez képest komoly eltérést. A világpiaci folyamatokban ugye van egy pozitív dolog, ez az olajár csökkenése, ami jelentős mértékben csökkentette az üzemanyagok kiskereskedelmi árát. Úgyhogy ez kedvező lenne számunkra, csak hát ugye a világban a kereslet csökkent. És ez most nálunk is nagyon erősen mutatkozik, azért saját tapasztalatunkból is látjuk, hogy mi magunk is kevesebbet autózunk jelenleg. Február vége óta egy igen jelentős üzemanyagár csökkenésnek lehettünk tanúi. A héten azonban már jócskán drágult a benzin és pénteken a gázolaj is. Az ügyvezető elmondása alapján a vásárlók rendszeresen érdeklődnek, mi várható árak terén, ami teljesen természetes. Azt javasolja a tankolás előtt állóknak, hogy a Brent olaj tőzsdei árát és dollár árfolyamát figyeljék. Ebből le lehet szűrni, milyen változás valószínű. Most jelenleg megindult felfelé a Brent árfolyam elég jelentősen. Ez hozott is magával a héten most már két áremelést. A forgalomról annyit tudnék elmondani, hogy a hétfőre bejelentett nyitás miatt megemelkedett a forgalmunk. Főleg az áremelés előtti napon nagyon jelentős forgalomról tudok beszámolni. Látszik, hogy az emberek elindultak, tehát most kinyitottak a boltok, munkahelyek szerintem, és emiatt elég jelentős forgalomnövekedés lett. Az elmúlt időszak kapcsán a szakember még arról számolt be, hogy elsősorban a védekezés terén rendeltek el intézkedéseket. Polikarbonát falat telepítettek a kútkezelők védelmében, valamint gumikesztyűket és arcmaszkokat szereztek be. Kereskedelmi oldalon ugyanakkor nem kellett változtatásokról dönteniük. Köszöntöm a kedves nézőket! A korlátozások enyhítésével ne feledjék el, hogy nagy a felelősség és sokkal nagyobb a felelősségünk, mint eddig. Fokozott figyelemre kérem a továbbiakban elsősorban a közlekedőket, bármere is haladnak a hétvégén, akár más megyébe is. Vegyék figyelembe továbbra is az óvatosságot, amire nap mint nap felhívják az önök tisztelt figyelmét különböző médiák. És ezen a hétvégén is megnövekedett forgalommal kell számolni a mezőgazdasági gépek tekintetében, hisz a jó időnek köszönhetően egyre több a mezőgazdasági gép az utakon, főútvonalakon, hisz a mezőgazdasági munkálatokkal kapcsolatosan nyilvánvalóan dolgoznak ezen a hétvégén is. És a
Kemecsei úton közlekedők pedig további favágási, ápolási munkálatokkal számoljanak Nyíregyháza közelében, és váltakozó irányú forgalom majd a jövő héten, több helyen, ahol folytatódnak a favágások, például hétfőn, a megyeszékhelyen, Nyíregyházán, a Szarvas utcán. Köszönöm figyelmüket, balesetmentes hétvégét a viszonthallásra! A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői döntése értelmében az NB2-től lefelé befejeződött a 2019-2020-as idény, így a megyei első, második és harmadosztályokban is véget ért a foci szezon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyetlen sorozat ért véget a pályán a bajnokságok március 16-ai központi felfüggesztéséig, az U19-es lányok megyei futszál pontvadászatában a Nyírségen SC bizonyult a legjobbnak. Kvaka Árpád, az MLS megyei igazgatója, így egy csonka idényt értékelt televíziónknak. Összességében azt gondolom, hogy különösebben nagyobb probléma botrányok nélkül ment ez a szezon, ez a teljes ősz is, tényleg ez a párforduló a tavasz folyamán. Ha azt nézzük, hogy a megyei másodosztályból, a megyei első és a másodosztályt figyelembe vesszük, mindösszesen kettő egyesület volt, aki ugye a kizárás sorsára jutott, mind a kettő ugye a megyei másodosztályú volt, ott is igazából, ahogy az várható volt, az őszi polgármesteri választásokon történt változás következtében történt az, hogy az egyesület végül is visszalépett. A csapatok azért kiálltak, mérkőzések nem nagyon maradt el, úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy rendbe lemehetett volna ez a bajnokság, hogyha nem jön közbe, nem történik ez az egészségügyi világ probléma. Pályán ugyan befejeződött az idény, de az igazgatóságon jócskán akadt tennivaló, egyrészt le kell zárni a 2019-2020-as bajnokságokat, másrészt elő kell készíteni a következő szezont, amellyel kapcsolatban még jócskán akadnak kérdőjelek. Hétfő este óta azért rengeteg telefont kapunk, természetesen a következő szezonnal kapcsolatosan érdeklődnek csapatok, illetve még vannak, akik ugye még ezzel a szezonnal kapcsolatosan is. Van mivel foglalkoznunk, hogy az amatőr licenc feldolgozása után a helyesbítő számlákat készítették el a kollégáink, gondolok itt a tavaszi versenyeztetési díjra, hiszen ne felejtsük el, hogy ugye az fél évente kell a játékvezetői díjakat befizetni a csapatoknak. Több száz számláról beszélünk, hiszen a különböző utánpótlás együttesekkel együtt közel 300 csapat van, mint egy 130 egyesületnek, amely ugye a bajnoki rendszerbe versenyez a megyei igazgatóság égisze alatt. Emellett ugye a versenykiírásainkat is már szinte elkészítettük teljes egészében a következő évi, a 2021-es évi versenykiírásunkat, amikor ugye azért az elnökségi határozat most azért jó pár kérdőjelt feltette be a versenykiírásba is. Gondolok itt a nevezési határidőre is, hiszen az eredetileg július 3-án megjelölt nevezési határidő biztos, hogy tolódni fog, mivel ugye július 12-én még játszanak az NB1-be, és ugye pontosan tudjuk, hogy az NB1 is kihatással van a megyei bajnokságra, hiszen az egyetlen élvonalbeli csapatunknak a tartalék csapata a megyei első osztályban szerepel jelenleg, viszont ugye az is benne van ebben az elnökségi határozatban, hogy az MLS versenyigazgatósága ugye engedélyt ad arra, illetve eldöntötte, hogy élvonalbeli csapatok tartalék csapatot az NB3-ba indíthassák. Tehát amennyiben a Kisvárda marad, akkor valószínűsíthető, hogy ugye a tartalék csapatot az NB3-ban fogják indítani. Amennyiben viszont nem, akkor elképzelhető, hogy ugye a megyei első osztályba se szüntetik meg a tartalék csapatot. Tehát ettől is függ azért a megyei első osztályuk összetétele, úgyhogy mindenféleképpen meg kell várni az NB1-es bajnokságnak a befejezését. És értelemszerűen, hogyha a megyei első osztály összetétele még nem biztos, akkor onnan lefele is természetesen várhatóak változások. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 8-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Jó hétvégét kívánunk, és ha tehetik, maradjanak otthon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!